Üdvözlök mindenkit, Galambos Balázs vagyok, a Szépen Májelvállás Központ egyik alapítója és egyik ötletgazdája. Mögöttem Galambos Foltos, a Szépen Válás Központ hivatalos alvója és szenior tanácsadója. Mellettem Galambos Plutó, a Szépen Válás Központ junior tanácsadója. És majd nagyon-nagyon fontos és magvas témáról fogok nektek beszélni, ez pedig az indulatkezelés fontossága vállás során. Fú, hát először is azt kell, hogy kifejtsem nektek, hogy ti, akik most a válás előtt vagytok, vagy, vagy már váltok, nem is tudjátok azt, hogy ez életeteknek a az egyik legfontosabb jogi aktusa. Szinte a legfontosabb jogi aktusa az életeteknek. Mert, hogyha rosszul váltok el, Hogyha nem tudjátok kordában tartani az indulatotokat, és egy harcba torkolik bele az egész válás, az az egész életetekre a halálatok napjáig rá tudja nyomni a bélyegét. Ezt túlzás nélkül állíthatom. Magáról az indulatkezelésről annyit érdemes elmondjak és megegyezzek, hogy ez már a kapcsolat során is fontos előfordulhat, hogy hülyeséget csinál a feleséged, vagy, vagy előfordulhat, hogy nem bírod a férjednek már tovább nézni a hanyagságát, a rústaságát, de, de vannak, azok, vannak azok az emberi keretek, amiket nem lehet átlépni a másikkal szemben, mert egyszerűen méltatlanná válik a kapcsolat. Ez, hogyha átléped ezeket a kereteket, ez először a verbális bántalmazáshoz tud vinni titeket, utána pedig a verbális bántalmazás után már egy nagyon-nagyon pici és vékony határ van a fizikai bántalmazáshoz, és hogyha ez egyszer megtörténik, az, az, az nem fog befejeződni többet. Ha már eljutottatok a vállásig, akkor, akkor azt kell tudomásul vett, hogy ti szemmel álló felek lesznek. Tehát a bíróságon lesz egy felperes, és lesz egy alperes, és lesz egy felperes ügyvédje, aki, aki, akire te nem megértően fogsz gondolni, és, és nem egy kedves embernek fog látszani, és nem is kedves emberként fog téged kérdezni a bíróságon, és lesz egy alperes ügyvédje, akire pedig a felperes fog ellenszemvel gondolni. Na most az az, amit fontos, hogy, hogy, tudjatok, hogy pláne, hogyha gyermekes párról beszélünk, válni készül, gyermekes párról beszélünk, hogy ti most házas párként szüntök meg működni, viszont, mint szülők, az a szövetség, amit megkötöttetek a gyermeketek fogantatásakor, azon a mámoros éjszakán, az életetek végéig egybe fog benneteket kötni, és közös munkával, közös feladatok özönével fog benneteket fölruházni. Lesz ennek a gyereknek óvodai ballagása, iskolát kell választani, iskolai ballagása, merre menjen tovább tanulni, akár a párválasztásban segítség, szexuális felvilágosítás, tanulmányok, nyelvtanulás, felsőoktatás esküvő, lakáshoz jutás, gyerekkeresztelő, aztán már nagyszülők lesztek, és, és hogyha az indulatok nincsenek normálisan kordába tartva, és harcba torkolik a vállás, akkor nagyon-nagyon könnyen előfordulhat az, hogy, hogy mindezt a, egyrészt a gyermek sínli meg kőkeményen, Másrészt pedig a külön élő szülő és a gyermek kapcsolata sérül meg, mert a harc simán vezethet a szülői elidegenítéshez, és akár a kapcsolat a gyerekkel, vagy vannak olyan apukák, akik számomra érthetetlen módon nem utalnak gyerektartást, tehát nem, nem támogatja a gyermekednek a fejlődését anyagilag, mert harcoltok. Úgyhogy ahhoz, hogy mindezt elkerüljétek, a Szépen Vájá Központ olyan szakember vár benneteket, akik mag magát az indulatkezelést is tudják benned rendezni, szabályozni, és a vállásban egy olyan segédkezet nyújtunk neked a vállás folyamatának elejétől a végéig, sőt még a vállás utáni életedben is, hogy a gyermekek sértetlenek, és, és az anyagi kondíciók pedig kedvezőek lesznek, mert a vállás egy olyan döntés, egy olyan jogi pont az életedben, ami az egész életedet befolyásolja. Ha válsz, akkor váljál szépen, a szépen váljál csapatában.